Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, Gloria, boldog szüli napot. Hát ez nagyon aranyos volt. Csak Tibor. Azért, mert gyerekkorodban nem volt ilyen játékszeret. Hát, hát most... ilyen nem volt, akkor csak a gyertyát fújtuk, és meg is lepődtem, amikor itt... Gyönyörű, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, és persze önöknek is, hiszen meg kell, hogy mondjam, hogy rengeteg-rengeteg telefont kaptam, Facebookon üdvözleteket. Én olyan boldog vagyok, hogy ennyi ember szeret és kívánt nekem boldog születésnapot. Természetesen én is viszont mindenkinek, aki márciusban volt, hát ez valami gyönyörű, Tibor. És milyen és hát ízű a, kedvenc, a tortánk? Természetesen a kedvenc tortád. Nem mondom. Egy nagyon finom rossz krémtorta. Istenem, és a gyerekkoromat idézi, akkor az olyan nagy dolog volt, ha kaptam egy orosz krémtortát. Pláne, hogy benne a belváros közepébe, egy nagyon jó kis cukit, te tudod, hogy hova szoktunk néha betérni. Jaj, hát nagyon aranyos vagy, Tibor. Igazán hát köszönöm szépen. Sokáig, és tartsa meg a kedves nézők számára a jó Isten egy... örökké valóságig, jó? Köszönöm szépen, szép nap ez a mai, és akkor már csak annyival tartozunk a nézőknek, hogy azért az ő egészségükkel is foglalkozunk. De remélem nem vagy ideges. Nem. Nem. Jaj, emlékszel arra a dalra? Hogy is szólt? Nem, nem vagyok ideges, fő a nyugalom, 100 évig élek én, ha így folytatom, harcomon csak öröm lehet és derű, mert az élet végső fokon nagyszerű, vidám, hogy így énekelek, énekeljék én velem, nem lesz nehéz. Esküszöm neked, hogy nem készültem, és gyerekkorom dala így kijön. Bezzeg a mai vizsgán, hogy gondolkodtam azon, amit tegnap tanultam. Jaj, kedves nézőink, ezt nem is tudják. De ma délelőtt a Tibor megint egy újabb fokozatot ért el, és ma miből voltak vizsgáink? Bioenergetika, mágneses rezonancia, elektroszmog, és a többi, szóval na jó. nagyon nagy. Én ezekhez alig tudok hozzászólni, de Tibor már olyan okos lesz, hogy ekkora lesz a feje, és majd nem fér bele a képernyőbe, és akkor mit csinálsz? Na, akkor kedves természetgyógyász úr, mai témánk ezek szerint az idegek. Az, hogy hogyan tudunk órá lenni rajta. Hát ez egy mindennapi téma, ugye? Mert mindannyiunk használjuk az idegrendszerünket, és bizony időnként túl is feszítjük a húrt, ahogy szoktuk mondani, és elpattan. És olyankor jön az, aminek nem kéne jönni, Isten ne adja egy örök harag, vagy még inkább egy csúnya tetlegesség, vagy bármi. Tehát az idegeinken uralkodni kell. És ez egyre nehezebb. Valljuk be őszintén, tudnék, mindannyian feszültek vagyunk. Mindannyian tisztelt a kivételnek tetszik, tudni, ön éppen a kivétel, de a többiek azok mind olyanok, akik bántani akarnak bennünket, ugye? Tehát ezt feltételezzük. Az idegrendszer az pedig megpróbál kompenzálni, megpróbálja az ön érdekeit képviselni a rosszal szemben. Milyen rosszal? Aki vagy ami önt bántja. Miért is bántaná? Hát azért, mert rosszak az emberek. Biztos ebben? Hát ez a tapasztalat. Milyen tapasztalat? És akkor így ezt el lehet folytatni egészen odáig, ameddig én nem szoktam bemagyarázni senkinek semmit, de rá kell ébreszteni az embereket arra, hogy bizonyos fokú idegesség van, de sajnos sokszor ezt egy kicsit túlfeszítjük, és túljátszuk, és saját magunkat pörgetjük bele, abba a spirálba, abba a örvénybe, ami aztán tényleg elpattan a végén a húr. Mit csináljunk? Hát ez a kérdés. Mit lehet ilyenkor tenni? Megmondom őszintén, hogy könnyebb tanácsot adni, mint megfogadni. Néha én is fölidegesítem magam olyankor, amikor látszólag igazságtalanul bántanak, vagy nem tolerálják a dolgokat, amit én jó szándékkal teszek. Lehet, hogy én is néha megbántok embereket, akaratomon kívül, de egy tény, hogy ezekre föl lehet készülni. Tehát, hogyha tudom, hogy nagy vizsgám lesz, akkor előtte érdemes nyugtatni magam. Tehát például
Olyat nem szabad mondani, hogy hát én annyira készültem, de hát úgyse sikerül. Miért szugerálom bele magamba azt, hogy úgyse sikerül? Miért ne sikerülne? Mert kisítőek vagyunk. És én mindig őszinte vagyok, és ezzel elszúrom magam, mert nem kellene most se bevallani azt, hogy be fogok vallani, hogy ma reggel az volt a gondolatom, hogy szerzek egy jó orvosi igazolást, és halasztok, mert annyira féltem, hogy nem fogok megfelelni, és én ezt nem engedhetem meg magamnak, miközben tudom, hiszen hány évet csinálom, mert az ember nem csak azt csinálja, amit már levizsgázott, hanem a köztes és a társ tudományokat is ugye folyamatosan tanulom és csinálom, attól, hogy még nem volt ebből vizsgám, nem is kell, mert én bioenergetikával nem akarok foglalkozni, de kell a tudás anyag ahhoz, hogy esetleg önnek még ezt a részét is, ha kell, alkalmazni tudjuk. Tehát minél komplexebb, minél holisztikusabb legyen az a tudomány. Na de akkor hogy léptél túl az félelmen? Hogy léptünk túl a félelmen? Úgyhogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy én mit mondanék most önnek. És ilyenkor önnek azt mondanám, hogy először is nincsen, hogy remélem, hogy nem. Sikerül. Nem, hogy sikerülni fog, sikerül. Megnyugtatom magam azzal, hogy hiszen mindent tudok. Hát, hogyha nem tudom olyan ékes szavakkal elmondani, hogy szeretném, akkor majd leírom. És lássanak csodát, ez a fajta vizsga most úgy történt, hogy először lapokra le kellett írni a szüzsét, tehát a vázlatot, átadni a vizsgabizottságnak, és ők elolvasták, abból már látták, hogy nagyjából mire számíthatnak, és ha kellett, akkor ezt élő szóval megvédeni. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy a nagy félelmeinket félre kell tenni, mert lehet, hogy azok nem is olyan nagyok, mint amilyennek gondoljuk. Mi magunk gerjesztjük magunkba, mert tele vagyunk félelemmel. Hogyan léptem tovább? Ugye, mint a apiterapeutőr, tehát a méhészeti termékekkel történő gyógyítás tudományának, hogy mondjam, lelkes alkalmazója, én nagyon sokat használom a méhkaptár termékeit. És ezen belül is a méhpempőt. És nekünk van egy fantasztikus tablettánk, ami már rengetegszer megsegített. Én 5 darabot bekaptam, elszopogattam, és komolyan mondom, úgy éreztem, mintha mi van? Hogy vizsga? Hát kit érdekel, az meg fogom csinálni. Van más ideg stimuláló szer. Én nagyon nem szeretem a szedáló termékeket, hiszen azok a gyógyszerek, amik letompítják az embert, tehát azokat a szereket, amelyek szedálnak, azokat én nagyon nem ajánlom senkinek, hiszen eltompítják az agyat, leszedálják, lenyugtatják, ahelyett, hogy feloldanák. Nem leszek tőle happy, nem leszek tőle olyan, amilyennek nem akarok lenni, hanem korrektül fogom érezni magam, mint hogy ez mindig megtörténik, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. És te? Tehát ennyit az idegességről, a stresszről, a stresszoldásról. De hát vannak az idegrendszernek ennél komolyabb problémái, amikor már kell, hogy kezdjünk vele valamit. Sajnos igen, és hát ez egy egészen más kategória, mert én most arról beszéltem, hogy az idegrendszert hogyan tudjuk magunkat önszuggesszióval és a természet erejével segíteni. De tessék elhinni nekem, hogy a nagyobb problémák is ezen múlnak. Nagyon-nagyon sok olyan ismerősöm van, akinek sikerült hozzásegíteni a még egészségesebb élethez, skizofrénia, epilepszia, bipoláris depresszió. És sorolhatnám azokat az agyi történéseket, amelyek hát bizony egészen katasztrofális dolgokat művelnek. Szerencsére van 3 fantasztikus ideg- és elmeorvos barátom, barátnőm, akikkel leültünk külön-külön megkonzultálni azt, hogy ők mit használnak, mint orvosok, és én mit tapasztalok, mint apiterapeutőr, illetve természetgyógyász, és kidolgoztunk egy olyan haditervet, aminek
siker lett a vége. Tehát nem alkalmas most ez a fórum, hogy konkrét eseteket ecseteljek, de hoztam egy filmet, ahol egy fiatalember egészen komoly állapotba került, hosszú-hosszú éveken keresztül, tehát egészen gyerekkorától. A Schizophrenia simplex egyik speciális válfaja gyötörte, és tette tönkre az ő életét, meg a család életét. 80%-os leszázalékoltság szintén jelezte azt, hogy milyen nagy baj van, és hát komolyan fontolóra vették az ártosztályt. Édesanyja megkeresett, és segítségemet kérte, és én azt hiszem, hogy a következő film el fogja önökkel is fogadtatni, hogy milyen állapotban van most ez a fiatalember pár hónapos segítségem után. Ferkai Gábor vagyok, és az a helyzet van, hogy én le vagyok százalékolva 80%-kal. A korismém az paranoid skizofrénia szimplex, és nekem azt mondták, hogy nekem ezzel együtt kell élnem, ezzel a úgymond betegséggel. Ez egész életemben meg fog maradni, de gyógyszer kell, szinten kell ezt tartani. Szinten lehet tartani, meg kell is. Na most én tényleg nagyon sokszor olyan állapotban voltam, hogy tényleg attól féltem, hogy öngyilkos leszek, szó szerint. Azt hittem, hogy nekem már nincs esély semmire, de mindig volt benne egy kitartás, és tudtam, hogy én nem adom föl, és meg fog gyógyulni, és előre felé kell tartani, és van. És minden tök jó lesz, és egyre jobb. Na most elkezdtem szedni egy időben mépempőt, propoliszt és omega-3 kapszulát és ginkót, készítményt, és az állapotom az nagyon megjavult. Régen mindenféle brutális gyógyszereket adtak nekem, injekciót kaptam, amitől 5 napig nem bírtam fölkelni, az aszfalt rosszetek föl is mentővel elvittem, ilyen borzalmak voltak. És most pedig elmondhatom, hogy egy kis ideje megint elkezdtem ezeket a gyógykészítményeket szedni. Hát meg az is hozzájárult, hogy ugye a gondolkodásom nagyon sokat így javult, az egész beállítottságom, egészségesen élek, edzek kőkeményen. És mondhatom azt szerintem, hogy olyan jó állapotban vagyok, mint még soha, és ez egyre jobb lesz. Tehát én is annak vagyok a híve, hogy nem gyógyszerekkel kell nagy részt így beszabályozni az emberbe a gázos dolgokat, amik el vannak romolva, amiknek egy alapoka van, amit valami kiváltja, hanem az alapokat kell rendbehozni gyógykészítményekkel, ugyanis nem szintetikus kajákat eszünk, ugye nagy részt, hanem természetes ennivalókat, táplálékokat, és abból tudjuk fölépíteni a szervezetünket. Na most így vagy gyógykészítményekkel is, hogy a természetes dolgok tudják rendbehozni a szervezetet, és visszaállít az egészséges egyensúlyt, és olyan állapotba hozni az embert, hogy az ember nem csak hogy öngyógyító legyen, hanem tudjon építkezni, fejlődni folyamatosan egész életén keresztül, bármeddig szerintem. Én így érzem. Hát így ennyit tudom. Hát tényleg nagyon érdekes volt ez a bejátszás, tehát akkor és mit is csináljunk? Mit is csináljunk, és csak vissza egy pillanatra. Látszott ezen az emberen az, hogy életerő, hogy megváltozott élet ritmus és dinamika és egyebek. Úgyhogy nem feltétlenül fontos beletörődni mindenbe. Én azt mondom, hogy ameddig egy esély van, addig meg kell próbálni, hát ha tud a kollega, vagy én, vagy más segíteni a természet erejével, amiben soha nem csalódunk. És gondolom, a család nagyon fontos, hogy ők kezdjék el segíteni. Természetesen, hiszen a család mindig az illető személynek a felügyelője, gyámja. Tehát ő nélkülük nem is lehet. Viszont egy jó tanácsot hadd adjak önöknek. Annyi olyan rászoruló ember van, akinek kellene a segítség. Ha van az önök körében olyan, akinek őszintén és szeretettel akarnak segíteni, keressék meg azokat a komoly természetgyógyászokat, akik ma már tudom, hogy milyen eredményeket tudunk produkálni. És általános érvényűnek nyugtassák magukat. Ne kapják fel a vizet, ahogy szokták mondani. Számoljanak magukba 5-10-et, ha kell, hogy mielőtt megszólalunk, ne sértsük meg a másikat. Legyünk jó indulatok egymással. Én egy hülyeségnek tartom, most kimondva, köszönjünk egy házban, ha valahova, egy liftbe, ha beszállunk. Mosolyogjunk, ingyen van, és a mosolynak mosoly lesz a válasza. Tehát ezek megnyugtatják önöket.
egy étteremben, egy buszon, ne azt keressék, hogy kibe lehet beleköpni. Bocsánat, vannak ilyen emberek. Tetszik tudni miért? Mert ők is tele vannak stresszel, ideggel. Vezessék le. És a végére hagytam a szeretetet, hogy öleljék meg egymást. Nem szexuális ölelésre gondolok, hanem egyszerűen találkozik olyan emberrel, akivel közös nevezőn van, időnként tessék átölelni. Biztos láttak már olyanokat, mennek az utcán, vagy állnak a téren, és kiteszik a táblát, hogy ingyen ölelés. Tudni, hogy mint bioenergetikus, és most már mint vizsgázott bioenergetikus is azt mondom, az energia áramlik, adok-kapok. Sokkal többet kapok, mint amennyit adok. Használják ki a természet adta lehetőségeket, hiszen a természetben soha nem csalódunk. És ha kell, keresenek meg engem. Minden nap ott vagyok a helyemen, és várom, hogy tudjak segíteni. Hát köszönjük szépen, Tibor, már is mosolyra húzódik a szánk, pedig ennek az adásnak ma vége szakadt. Remélem, hogy kellemesen töltötték velünk ezt az egy órát, és akkor ne feledjék, 20-án Tea Nézői Klub, egy ashramba megyünk, dr. Kévi Szures lesz a vendéglátónk, és megismerkedünk az indiai gondolkodásmóddal, kultúrával, ételekkel, úgyhogy nagyon örülök, ha minél többen jelentkeznek, hívják a műsor telefonszámát 0620 9340 330. Köszönöm a figyelmüket, szép ez a hét, március 15-e, születésnaposok, Tibor, egészségünkre! Isten éltesse mindenkit!